Sziasztok, ez itt a heti Animék Extra, benne a Black Clover 22. epizódjával. A múltkori jó animációk sajnálatos módon ebben a részben szellemmé váltak, és ismételten spórolás volt ebben a részben. A készítők nem akartak megrajzolni bizonyos jeleneteket, ami szerintem eléggé fájdalmas. Az effektekkel ellenben nem volt gond, talán a tűz ingadozott valamennyire, de voltak olyan jó lángok is, mintha csak a One Piece néztem volna. A gonoszunk elkezdte vívni a harcát Asztával, és azt is megtudhattuk végre, hogy a fickót Radesznek hívják. A landolást követően ugyebár mindenki elkezdte pusztítani a zombikat, és így különböző varázstámadásokat láthattuk. Közben az emberek is jelen voltak, a zombik megugrottak mindenre, ami csak élő volt. Míg az éjszakát a tűz és a füst jellemezte. Ebbe így belegondolva, egészen jó részen lenne dolgunk, csak hogy sok dolog készült közepes rajzzal. A füstefekre ez persze nem volt igaz, az tényleg eléggé jól nézett ki, ám a zombik mozgásának hiánya az már jóval nagyobb gyengeséget hoz. Volt mikor sétáltak, ez igaz, ám összességében csak egy helyben álltak, vagy megmozdították őket egy pillanatra. A tűz is megosztó lett, hiszen azt a jeleneténél például CG-nek látszott, bár ez a tűz CG még mindig jobb annál a tűz CG-nél, mint ami Mars járókájánál éget. Mikor azonban a többiek kerülnek előtérbe, akkor meg remekül animált kérdés lábot kapunk. Volt olyan tűzvarázslat, ami simán elmehetne a One Piece-be, ahol köztudottan mindig jó tüzek szoktak égni. Sőt, amikor Leopold lövöldözi a sugárféle tüzét, akkor nekem Big Mom azon jelenete jutott az eszembe, amikor Brock ellen harcol. A női varázslók is jól tolták, bizony eléggé menő volt az, amikor a kaszkás lány a gólemszerű lényének a tetején volt és támadott vele. De volt dinamika Klaus dárdáiban, és az is szép volt, amikor a tükörefekt tűnt fel. A legjobb animációt viszont most is a vízkígyó és a tűzoroszlán rappolta el. Még többet kaptunk a vízkígyó folyékorajzos tekergéséből, rendkívül jó effektbe sűrítve. Még a tűzoroszlán lángja olyan szép volt, hogy szerintem ezzel kéne reklámozni az egész sorozatot. A Szilva család sajnos nem húzta meg a visszafogást, így Noel bátyának akciója ugyanazt hivatott megmutatni, hogy milyen erős a szereplő, de a spórolás belerondított a jelenetébe. Találhatunk egy poént is, amivel jócskán megnövekedett nálam a hangulat. Ez akkor volt, amikor a madárka eléggé érdekesen simogatta meg a kislány fejét. Nyilván pátyolgatta a teremtés, de a nézés amiatt nekem megint olyasmi derengett, amiért a rendőrséget kéne hívni. Radesz és azt a harca sajnos nem úgy alakult, ahogy azt én vártam, hiszen hiába jelent meg az erősebb és veszélyesebb élő halott, akit egyébként Jimmy-nek hívnak, sajnos alig akarták őt megmozgatni. A lila támadása jól nézett ki, de korántsem dinamikus. Az egyetlen jó pontja akkor volt, amikor eltalálta azt a arcát, és innentől csak díszként van jele. Majdnem kiszúrta a szemünket az állóképes spórolások áradata, és csak a kardvágások effektjét rajzolták oda a jelenetekhez, de volt olyan eset is, amikor képváltások mentek. Az oroszlános kapitány ösztökélő beszéde jól sikerült, és az is tetszett, hogy Noel megint megerősödött lélekben, csak azt nem értem, miért nem gondol akkor a történet a szereplőre. Jól jönne Noelnek egy edzéses rész, akár Asztával egybetéve. Mert amíg a korábbi történetívben hitelesnek tűnt az, hogy szorult helyzetben tud jobban célozni, addig a mostaniban már egy kissé erőltetettnek tűnt. Mentségére szóljon Noelnek, hogy jól rajzolták őt meg a vízpajzs varázslása közben, és hősiességet is éreztem nála. Radesz villámjai elfogadhatóak lettek volna, ha minimum úgy néznek ki, mint Lucky, de sajnos a készítők nem adták meg neki ezt a kiváltságot. A villámok nagyságára nem panaszkodhatunk, jó vastagok és erősek is, csak az a baj, hogy meg lehet számolni, hány képkockából készült ez a villámos jelenet. Ehhez képest Luxus sárga villámjai aranyat érnek, sőt még az az árnyékos villám is jó volt a Borutóban, amit annó gyengének ítéltünk Kakasit. A következő részben Radesz szembe kerül az oroszlános kapitánnyal. Nem igazán látszik úgy, hogy berezelt volna a híres mágus lovaktól. Ha így lesz, akkor egy elég izgalmas csatára számíthatunk. Vajon azt, amikor fog közbelépni? Ki ne adjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti Animék Extra, benne a Black Clover 22. epizódjával. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is elosztok! Ha tetszett a videó, lájkolj!
kommentelj, és iratkozz fel!